Tanulj meg koncentrálni. Egy egyszerű gyakorlat. Aki nem tud figyelni, az nem tud tanulni sem. Gondolj bele ebbe a képletbe. Figyelem egyelő tanulás. Olvasol, olvasol, kiegyzetelsz, miközben figyelmed teljesen másút jár. Előadáson ősz, hallod, hogy beszél valaki, de figyelmed másot jár. Mit is mondok, hogy jár? száguldozik, mint a sugárhajtású repülőgép egyik helyről a másikra, múltba, s a másik pillanatban már a jövőben van. Mindeközben érzelmek teljes skáláját megmozgatod. Szomorúságtól kezdve elkeseredettségen át eljutsz az örömig, boldogságig. Nem tudsz koncentrálni. Mindig is mérték azt, hogy hány percet képes az ember koncentrálni. John Medina, molekuláris biológus, a Washingtoni Állami Egyetem tanára is mérte az összpontosító képesség idejét. Neki igencsak érdekfeszítőek voltak az előadásai, még jóval az okos telefonok megjelenése előtt lemérte, hogy diákjai 10 percnél többet nem tudnak figyelni az előadására. Ó, micsoda aranykor volt az a maihoz képest! ma egy átlag ember három és fél, öt másodpercet tud figyelni. Igazából kevesebbet, mint egy aranyhal. Ennyi idő alatt még egy mondatot sem lehet koncentráltan elolvasni, nemhogy megérteni. Miben vagy jó? Figyelem elterelésben vagy a legkiválóbb. Azt csinálod egész nap, 13-14 órán keresztül, a hét minden napján. És ha valamit ennyit gyakorolsz, akkor abban bizony jó leszel. Sőt, a legkiválóbban végzett tevékenységed lesz. Hogyan kell koncentrálni? Eszembe jutott egy gyermekkori jelenet. Valami rosszat tettem az oviban, és sarokba kellett állnom. Azt mondta az ovonéni, hogy szégyeljem magam ahogy ott áldogáltam és próbáltam a szégyellést, rájöttem, hogy nem tudom, hogy kell azt csinálni. Így van ez a koncentrációval is. Folyton azt hallottad gyerekkorodban, hogy koncentrálj, szüleittől, tanáraitól is. Ha van gyermeked, biztosan te is ezt mondod neki. Már megint nem figyeltél. Figyelj oda, koncentrálj. Megkérdezte már tőled a gyermeket, hogyan kell koncentrálni? Te megkérdezted-e magadtól, hogy hogyan kell koncentrálni? A koncentráció tanulható. Gyakorlással igen magas szintre hozhatod, hiszen a figyelem elterelést is megtanultad. Ha tanítanák az iskolában, vagy te tudnád, hogyan kell fókuszálni, és megtanítanád a gyerekednek, közösen gyakorolnátok. Bizony nem lenne baj a figyelemmel a tanulással, de még a vágyak manifestálásával sem, hiszen az is szintiszta koncentráció. Nem lenne annyi ADHD és figyelemzavaros gyermek, s nem kellene őket benyugtatózni. Az elme és a figyelem két külön dolog. Képzeld el az elméd úgy, mintha egy kiterített térkép lenne, minden, amit életedben átéltél, láttál, megéltél, megtanultál, az egy kis városka ezen a hatalmas térképen. A figyelmet pedig egy elemlámpa, egy nagyon erős fényű elemlámpa. A kezedben tartod bekapcsolva, és tőled függ, hova világítasz, melyik városkára. Mivel akaratlanul teszed, ezért cikázik ide-oda. Másodpercek töredéke alatt jár be százezer kilométereket. A lempa tehát a te kezedben van. Te lehetnél ura annak, hova irányítod a fényt, mégsem teszed. Miért romlott zuhanásszerűen a koncentrációs képesség? Az okos telefonodon is van elemlámpa. Bár a telefont a kezedben tartod, ezért annak az illúziónak a fogságában élsz, hogy te irányítasz. Egetverő tévedés. A telefonod fénysogarát mások irányítják, oda világítanak, ahová akarják, hogy figyelj. Ha nem vagy tudatában ennek, Átadod az irányítást nekik, eladtad a szabadságod. Az önmagad irányításának képességét, a tanulási képességed, a céljaid elérésének a képességét. Így tanulj meg egyszerűen koncentrálni. Csukd be a szemed és figyelj a légzésedre. Érezd a levegő hűvösét az orrodban. Figyelj arra, ahogyan a combod érintkezik a székkel. Figyeld meg, hol takarja a ruha a bőrdet, hol van szabadon. Mi a különbség az érzetben? Idézt fel gyerekszobádat, egyenként a bútorokat, a színt, a formát, mi volt a falon, mit szerettél csinálni a szobádban. Milyen érzés járt át akkor, amikor azt tehetted, amit szeretsz? Végy a kezedbe képzeletben egy banánt, simítsd végig. Milyen a tapintása? Bontsd ki, könnyen vagy nehezen töröd meg a végét. Hangja van. Milyen? Szagold meg. Érezd az éret banán illatát. Most harapj bele. Halld a hangot és érezd az ízét. Ez a koncentráció? Igen. Az elemlámpát fényét irányítottuk az elme térképeden egy bizonyos pontra. Mi van, ha nem tudod ott tartani a figyelmed? Semmi. Vedd észre és vidd vissza. Gyakorold. Egyre hosszabban tudod a fókuszodat ott tartani, ahová világítasz gyakorold az életben is. Ha a párod, gyereket hozzád szól, irányítsd fényed, figyelmed arra, amit mond, mintha egy fejlámpa lenne rajtad. Figyelj rájuk! Minden idegsejteddel. Ne cikáztasd a fénysugarat. Tanítsd meg gyermekednek, és csináljátok együtt a koncentrációs gyakorlatokat. Bárhol végezhető. Váljon szokásoddá, váljon szokásotokká. Mi történik, ha megtanultok figyelni? Meg fog változni az életetek, garantálom. Aki figyelni tud, az tanulni tud. Aki tanulni tud, fejlődni tud. Aki fejlődni tud, gondolkodni tud. Aki gondolkodni tud, képes saját életének irányítását kézben tartani.